Köszöntök mindenkit! A mai alkalommal a Beep nevű játékot szeretném bemutatni, amelyet a Steamen kevesebb mint 1 euróért meg lehet vásárolni. Ez is remek ajánlatnak tűnik. 3370 értékelésből 86% pozitív, tehát egy remek ajánlatnak tűnik. Ez az 1 eurós ár. Ezt is a Developer Alliance bundle vásárlás során vettem meg, amikor éppen akciós volt, de ahogy azt majd látni fogjátok, szerintem önmagában is megéri az 1 eurót, körülbelül 320 forintot. Tehát itt van a főmenü, itt három darab mentési lehetőség közül lehet választani, most kiválasztom ezt, és akkor itt lehet röpködni a kis mini naprendszerben. Most jó nagy sugárzást felszedek, kicsit lebarnulok, nagyon szilárd a nap felülete. És akkor itt vannak ezek a kis bolygók, ezeknek a felületén lehet leszállni, és a játék során majd ilyen kis aranyrögöket kell gyűjtögetni. Ezek a számok, amelyek a lakatokban láthatók, ezek azt jelentik, hogy hány darab aranyrögre van szükség, hogy ez a térkép, ez a pályarész megnyíljon és játszhatóvá váljon. Jól van, lássunk egy pályát, amelyen szépen végigrobogok. Itt van két ellenfél. Gyorsan kinyírom őket. És itt azt mondja a tutoriál, hogy magas helyekre az ellenfelek testét is fel kell használni, hogy feljuthassunk. Úgyhogy szépen odaállítom Mikrobit a falhoz, és így lehet tovább jutni. Vannak ilyen kis egyszerű kapuk. Jobb begergombbal lehet ezeket mozgatni, és itt van egy ilyen aranyrög. Jól van, itt egy mentéspont. Mozgó talaj. És akkor itt ezeket lehúzom, és akkor így könnyen át tudok menni. Hát az aranyrögök azok ott maradnak, az nem fontos igazából. Így szépen átrendezem a térképet a kedvemre, ez már magától is megy. Egy ellenfél. Fontos tudni egyébként, hogy a lövedékünk az képes hatástalanítani az ellenfél lövedékét. És akkor hát ilyen alapvető akadályok vannak, semmi kihívás nincs benne. Itt nincsen úgy tűnik aranyrög. Ezek a talajok, ezek mozognak. Csavarral vannak rögzítve egy fa törzséhez. És akkor szerintem itt fent biztosan lesz egy aranyrög. Checkpoint legalábbis biztosan itt van, és itt egy aranyrög, viszont alattam szakadék van, úgyhogy óvatosan, ez az. Mehetünk is tovább. Itt van még egy ellenfél. Erre kell újra tölteni. Elég idegesítő, ezt nem lehet megszokni könnyen. És akkor itt egy kicsit a barlangban is lehet menni, ezeket a lézereket oldalról lehet kilőni, az üveg részét. Hogyha alulról lőjük őket, akkor ez nem hatékony, így az üveget kell lőni a szélén, hogy elrepedjen. És itt van a harmadik aranyrögöcske. És most, hogy megvan ez, be lehet fejezni a pályát. Itt is van a cél, ez a fehér lézer. Jó, van itt egy következő pálya. Itt van egy ilyen kis kicsi kocsi. Ez segít abban, hogy a veseköveket köpködő kis ágyút ki lehessen cselezni. Itt egy ellenfél, nagyon keményen tüzel. Itt van még egy ilyen nem tudom, ilyen kis halacskaszerűség. Ennek a búráját lehet kilőni a tetején alulról, nem nagyon sebezhető. Jó, hát lehet így trükközni, hogy ráugrok a kőre, és akkor, ha felrántom, akkor még egyet tudok ugrani. Néhány akadályt ki lehet játszani, hopp, majdnem leestem. Szépen a búráját kilőttem, ilyenkor egy kicsit odébb kell ezt húzni, mert még a halott teste is veszélyes. Checkpoint.
átugrálni, ezek mozognak, úgyhogy igyekszem a közepén maradni. Itt is egy lézerfegyver. Szerencsére könnyű megkerülni. Ellenfél. Jó, már meghalt. Felveszem ezt a pár aranyrögöt, nem fontos igazából. Újabb checkpoint. És akkor itt ezt ezen a átlátszó körön belül lehet mozgatni. És itt van egy ilyen minimálisan összetett kapu. Szépen utat kell nyitni magamnak. Jó, de ezt még lehúzom, mielőtt átmegyek, hogy vissza tudjam tolni a másikat. Nagyon nagy itt a biztonsági rendszer, és akkor most lehet csak tovább jutni, és ott van egy aranyrög. Ezeket a köveket innen lerámolom. Rendben van. Megvan a középső. És akkor checkpoint. Jól van, magamhoz húzom ezt a kis földdarabot, hogy átjussak. Ezeket csak ezen a halvány kereten belül szabad, vagy lehet mozgatni. Itt is egy ebihal. Gyorsan kilövöm a koponyáját, hogy jó legyen. Érdemes ezeket így elhúzni az útból, mert meg lehet halni könnyen, hogyha lebénít a levegőben, és leesünk. Jól van. Átugrom ide. És akkor itt le tudok ereszkedni ezen a platformon. Jó, ott egy ellenfél, ezt lekapom. Így, ni. Újabb ebihal, ennek is széttörik a búrája. És akkor checkpoint. És akkor itt a lézert el lehet torlaszolni ezzel a kockával. Amit kockát aztán még fel lehet használni a továbbításhoz is. Lő egy ellenfél. És ott van egy arany rögöcske. Az viszont úgy tűnik, hogy kell ez a kocka itt lent. Ajajajajaj, ezt inkább lekapom, mert ez így nem állapot. Jó. És akkor most felráncigálom ide a kockát. Kicsit nehézkes. Nem sikerült. Akkor talán így. Gyere, kocka! Ajajajajajaj, majdnem leesett megint. És akkor így most már kényesen fel lehet ugrani az aranyrögért. Meg is van. Egy darab úgy tűnik kimaradt. De talán még meg lehet szerezni itt a pálya végén. Újabb ellenfél. Így mi. És akkor itt oldalra, itt a vége. És akkor talán még itt fent, itt lesz a... Na, megint kifogyott a fegyver, R betű. Talán itt fent lesz az aranyrög, és tényleg... Na, akkor megvan az összes aranyrög ezen a pályán is. Be lehet fejezni nyugodt szívvel. Leszállok erre a sivatagos bolygóra. Itt is van egy ilyen vesekőköpködő. Ügyesen kicselezem. Ezt kilövöm gyorsan, és akkor itt fent... Ajaj, bekaptam egy vesekövet. És akkor itt fent lesz egy... aranyrögöcske rögtön a pálya elején, azt felkapom. Viszont nem tudok elég magasat ugrani oda, úgyhogy keresnem kell valami blokkot, amit magam alá tudok. Ha nincs itt semmi, amit el lehet mozdítani. Ó, hát dehogy nem itt van, mi? Akkor ezt a követ fogom lépcsőnek használni, szépen innen lerakom. És akkor most már fel tudom szedni az aranyrögöt. Jó van, menjünk tovább. Itt van egy ilyen ebihal, ezt kilövöm. És az első checkpoint. Itt nincs ellen semmi. Nem akarok kihagyni egyetlen aranyrögöt sem. Ezek a picik, ezek mondjuk annyira nem fontosak, de... Fontos lenne, hogy a nagyokat ne hagyjam itt. Itt van egy mozgótalaj. Így, mi? Ráugrom. És akkor átszaladunk a túloldalra.
Még egy checkpoint, ez gyanús, mert általában két checkpoint között van egy aranyrög, de lehet, hogy most máshogy van. Gyorsan kilövöm, itt is vannak ilyen szegecses vibrátorok. El kell kerülni. Így. Egy robot. Semmi extra. És akkor itt ezt a pajzsot, ezt így magam felett kell húzni, hogy a lézerek ne tegyenek kárt bennem. Valamint fel is lehet rá ugrani. Továbbításhoz viszont itt van egy aranyrög. És ez a kis darabka ott mozdítható. Úgyhogy felkapom ezt az aranyrögöt. Hogy jó legyen. És most már haladhatok tovább. Teljes lelki békében ezt likvidálom. Testét pajzsnak használom, hogy a veseköveket kivédjem. Nagyszerű. Ajaj. És itt van egy checkpoint. Úgy tűnik, nem hagytam ki egyetlen aranyrögöt sem. Ezt is szétlövöm. Ja, itt egy kamikaze robotka, ezt így a... nem sikerült. A jobb gomb lenyomásával a vonósugárba lehet tartani, és akkor könnyű kilőni. Na és itt van még egy ilyen kis aranyrögöcske, ezt szépen a labirintuson át kell vezetni, hogy megszerezhessem. Én nem látom a tetejét. Így. Most balra. És akkor itt egy kicsit nehézkes. Bele kell szépen pöccinteni abba a kis járatba. Tovább ment. Talán most. Finoman. Így. Ez az. És akkor innen már könnyű. Kicsit forgatok rajta még kettőt, és akkor meg is van a cucc. És akkor ez is egy ilyen három aranyrögös pálya volt. Így. Szétlövöm, mint érdekes, hogy bebagolt. A darabka, ami kiesett belőle. És akkor itt fent. Fent van a cél. Ényni. Itt van egy ilyen új típusú pálya. Ennek a környezete ilyen mocsaras. Vizes. Itt elszaladok a pengék között alul. És itt is van az első. Ajajajajajaj. Ez közel volt nagyon ez a két penge. Megvan az első aranyrög. Gyorsan szétkapom ezt a mikrobit itt a túloldalom. És akkor megyek tovább, rögtön van is itt egy checkpoint. És akkor itt lent lesz még egy aranyrög valószínűleg. Ezeket a körfűrészeket el kell kerülni feltétlen. Jó, itt átmegyek ezen. Gyerünk körfűrész, szaladj. És akkor pont fedezékbe tudok bújni, megvárom, amíg elmegy, és akkor tovább megyek. Jól van, itt van egy ilyen kis puzzle. Szépen átjutok, viszont itt a lézer még az utamban van, úgyhogy... ez a kő ezt pontosan megteszi, és akkor így átjutok a túloldalra, itt egy ilyen kis robot cápa. Ennek is csak a búráját lehet kilőni. Annyira nem veszélyes ellenfél. Viszont megvan a második aranyrög. Jól van. Menjünk tovább. Itt elrámolom a köveket az útból. Itt is egy cápa. Búráját kell ülni. És akkor egyből meghal. És akkor itt a farönk ez felúszik a víz felszínére. Viszont addig is pajzsként funkcionál. Nagyszerű. Jó, itt már nincs semmi. Motorcsónak. Ezt még viszem magammal. Mert pont ide. Ezt a követ innen kikapom. Ez a fa itt ilyen létraként fog helytállni. És akkor meg is van a checkpoint. Még egy darab aranyrögöt kell megtalálni valahol. Valószínűleg itt a víz alatt lesz. Itt is van. Kövek csak útban vannak, és ezt úgy tűnik, hogy ezt inkább lentről kéne kiszedni. Itt is rengeteg kő van az útban. Itt egy ilyen lézer. Építek a lézer köré egy ilyen kis
kősátrat, hogy soha ne legyen vele gond, és akkor most mehetek az aranyrögért. Ez egy egészen rövid kis könnyű pálya volt. Ényni. Ez a farönk, ez teljesen megfelel. Itt van még egy nagyobb farönk. Valamiért most nem tudom motorcsónakként használni. Na mindegy, akkor itt a lapulevélem. Hozzam magammal, még jól jöhet. Agyonverem vele ezt a robotot. Ej, de nehéz. Ígyni. És akkor itt egyből fel is tudok menni vele a célhoz. Hát ennyi volt ez a pálya. Leereszkedem ide a gombás erdős bolygóra, rögtön itt van egy ilyen kamikáz ellenfél, kijelölöm jobb gomba, és aztán rommá lövöm. És akkor ott van egy ilyen bomba. Ezeket lerántom, és akkor a bombát... Ezt a kockát... Ezt a bombát gyorsan ledom oda, semmi szükség nincs rá. Ott egy ellenfél. Fejbe vágom egy kis kockával, és akkor így mehetek tovább. Ezen a pályán vannak egyébként a legjobb ilyen kis, hát jó, hát a legtöbb logikát igénylő ilyen kis feladatok, feladványok, amikor az aranyrögöket keressük. Jó, azt itt lehúzom. De ezek sem igazából nehezek. Itt van például az első. Hát ezt jól el is csesztem rögtön az elején. De se baj, van egy ilyen balfasz kapu, ezt gyorsan kilövöm. Meg azt is. Így. Tehát itt van direkt nekem ez a kis járat, hogyha elakadt a dominó, akkor lehessen javítani. Így. Még egyszer. És akkor ez szépen kiadja nekem itt az aranyrögöt. Itt vannak ezek a legötletesebb ilyen kis akadályok. Puzzle elemek. Puzzle elemek. Ajajajajajajajaj. Nem sikerült elkapnom a kis testét. Se baj. Most már mondjuk elég gyenge vagyok. Jó, azt gyorsan innen eltakarítom az útból. És akkor menjünk tovább. Itt van az első checkpoint. Remek, tele vagyok élettel. Itt van még egy ebihal. Ennek is kilövöm a búráját, és... robotot is innen lelögdösem. Hát milyen sok ebihal van itt. Hemzseg a pálya az ellenfelektől, de se baj. Így mi. Jól van. Itt van a következő ilyen. Ezt még gyorsan kilövöm. Itt van az ilyen következő ilyen aranyrög felszedő szerkezet. Ezt a golyót meglököm. Szépen feldönti a dominókat, és rendelkezésemre bocsátja a következő golyót. Ezt meg szépen felhasználtam arra, hogy megszerezzem az aranyrögöt. Jó, menj innen, Robi! Be lehet-e törni? Behát, be lehet törni a robotocskával a búráját ennek a vacaknak. Menjünk tovább. Van egy ilyen nehéz ellenfél, ezt kár lőni, mert ezt nem lehet megsemmisíteni sajnos. Újabb checkpoint. És akkor itt van még egy ilyen kamikáze robotka. Gyorsan. Jó távol tőlem. Felrobbantom. Elég nagy öcseb ez amúgy. Már szerintem nincs ott ellenfél. Viszek egy ilyen kis golyócskát, meg gondolom nem véletlenül van itt. És akkor szépen itt elég sok golyócskát kéne belökni, de megpróbálom ezt minél kevesebb golyóból megoldani. Hát sajnos ezen a pályán nem épp a legjobb ilyen kis akadályok vannak, de a többi gombás pályán vannak az igazi jó kis feladványszerű ilyen kis, nem tudom mik ezek, feladványok. Itt van egy ellenfél.
ennek ki kell lőni a búráját, és miután ez megvan, le kell verni róla ezt a kis akkumulátort, hogy hatástalanítsuk. Egyébként nagyon-nagyon állat ez a robot. Nagyon kemény. De ez a pálya meg is van. Ugorjunk tovább még egy utolsó általam bemutatásra kínált pályatípusra, méghozzá egy jeges pályára. Már meg is érkeztünk. Itt a vízbe nem érdemes beleugrani, ugyanis rövid távon, rövid időn belül megfagy a robot, és akkor az végzetes. Aja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 j
robotka. Na és ott van egy újabb ellenfél. Ez itt a havas pályákon fordul elő, le kell kapni a kis sisakját, és aztán lehet kilőni a lámpát a tetején. És ha eltalál, akkor így megfagyok egy időre. Jó van, itt van még egy ilyen robotocska. Ez semmi extra. És akkor már azt, ahogy az előbb láttátok, itt lehet az ilyen havas talajon fejjel lefelé is menni. Megkilövöm. Van lent egy ilyen aranyrögöske, ezt gyorsan felkapom. Így. Sajnos innen nem érem el, úgyhogy átmegyek ide. Rendben van. És akkor most már fel tudom szívni. Menjünk tovább. Még egy robot. Jó, nem kell a testesem. Szépen átugrálok. Tényleg el kell kerülni a vizet, ha lehet. Jó van, itt lehet tovább menni a falon. Fejjel lefelé. Itt fent van valami. Azt még gyorsan megnézem, nehogy lemaradjak egy aranyrögről. Gyere már. Ráugrok. Ényni. Hát úgy tűnik, ez csak ilyen elkerülő út. Úgyhogy lehet, hogy itt van valahol az aranyrög. Nem baj, hogy áthoztam ezt a jeget, ezzel így le tudom takarni a lézert. És itt van egy checkpoint, tehát kicsit aggódok, hogy hátra hagytam egy pár aranyrögöt. Lehet, hogy itt vannak valahol lent a víz alatt. Mikrobi. Tehát elég nagy a tér itt lent. Itt is van egy ilyen bató ellenfél. Ezek nagyon kegyetlenek. Ki kell kapni a kis akkumulátorát, hogy jó legyen. Lehet, hogy hátrahagytam egy-két aranyrögöt. Elég nagy itt a terület a víz alatt. Itt nem véletlenül van szerintem kifaragva itt a jég. Ajajaj. Bele kell ide állítani, de az inkább nem foglalkozom. Ajajaj! Ezek annyira alattomosak, ezek a kis szarok. De szerencsére ott van egy aranyrög. Úgy tűnik a középső az kimarad, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy még itt lesz valahol. Itt is lekapom a kis... Most látjátok, hogy elkezd nőni a fagyás, hogyha az eléri a maximális szintet, akkor... akkor kampó. Gyorsan kilövöm. És akkor lehet így motort csónakozni. De hát itt van a cél, úgyhogy lehet, hogy kimaradt valahol egy... egy aranyrög. Na mindegy. Igazából annyira nem is fontos, most demonstrációból ez most teljesen megfelel. Na hát ez lett volna a Beep nevű játék. Szerintem ez is nagyon hangulatos és klassz játék. Ez is talán megéri azt az egy eurót. Talán, hogyha egy akció keretei közt más játékokkal egyetemben veszitek meg, akkor még jobb. De ezt is szerintem tudom ajánlani. Remek olcsó játék a Steamen. Most viszont köszönöm szépen a figyelmet. További jó játékot. Sziasztok!